Közelebb élnek ahhoz, ami valóban lényeges. Ezt a mottót kapta a Fejlesztő Napközi Otthon 20. születésnapja alkalmából rendezett konferencia. Az otthonban felnőttkorú, értelmileg akadályozott családban élő rászorultak nappali ellátásáról gondoskodnak. A hegyvidéki önkormányzat az országban elsők között alapította az intézményt. Próbáltuk itt kiszámolni többen, hogy az elmúlt 20 évben hány fiatal gondját viselte a napközi, 50-60 nas szám jött ki. Ez 50-60 család életének a megkönnyítéséről, kiteljesítéséről szól. A polgármester elmondta, az önkormányzat szeretne egy új intézményt létrehozni, ám eddig nem mertek belevágni, mivel sok bizonytalanságot látnak a szabályozásban. Pokorni Zoltán ezért azt kérte Cibere Károlytól, éri el, hogy erősebb garanciák és nagyobb biztonság álljon az ilyen intézmény típusok mögött. Az államtitkár ehhez kapcsolódva arról beszélt, a következő években mintegy 3600 fogyatékossággal élő ember hagyhatja el a nagy szociális intézményeket egy 2020-ig tartó 36 milliárd forintos uniós program keretében. A társadalom kontextus azt jelenti, hogy egyenrangú, alkotó és értékteremtő ember, a fogyatékos ember, és ennek meg kell tudnia jelenni, miután, ahogy mondtam, ez a társadalom közös ügye, meg kell tudni jelenni a társadalmi szinten is. Az államtitkár hozzátette, a kormány célja az, hogy a fogyatékos emberek teljes egyenrangú életet éljenek. Cifra György zenei átiratával nyitották meg a művészről elnevezett fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóját. A nagyszabású rendezvénysorozatot 2016. február 25-e és 28-a között rendezik meg a MOM Kulturális Központban. A fesztivál létrehozását Balázs János Lisztdíjas zongoraművész kezdeményezte. Mint mondta, fontosnak tartotta Cifra György hagyatékának gondozását. Feltétlenül szerettük volna azt, hogy Cifra György, amit elkezdett Franciaországban, azt mi folytassuk itt Magyarországon. Ő megalapította a Cifra Alapítványt és egy kápolnát is Szaniszban, ami egészen egyedülálló volt kezdeményezésben, és ő ott várta a fiatal művészeket, tanítatta, koncert lehetőséget biztosított a számukra, valamint zenei versenyt is rendezett Versailles-ban, ami nagyon nagy sikernek örvendett. Pokorni Zoltán polgármester elmondta, megtisztelő a 12. kerület számára, hogy elsőként ők adnak otthont a fesztiválnak. Cifra tényleg világhírű, Magyarországon kevésbé ismert, és Jánosnak ez a szívfájdalma, hogy jó, hogy Párizsban vagy tengeren túlon tudják, hogy ki ő, de a magyar közönség eszébe, szívébe, lelkébe kéne vésni, hogy ki is volt Cifra György. A szervezők 2017-től nemzetközivé tennék a fesztivált, majd 2021-ben Cifra György 100. jubileumán a világ számos pontján szeretnének emlékkoncerteket rendezni. A figyelmeztetések ellenére minden évben sokan szenvednek szénmonoxid mérgezést. Tavaly Budapesten csaknem 100 mérgezéses esethez riasztották a tűzoltóság szakembereit. Ezekben az eseményekben összesen 98-an szenvedtek szénmonoxid mérgezést, és sajnálatos módon két felnőtt elhunyt szénmonoxid mérgezésben. A tüzelőberendezések és kémények rendszeres karbantartásával és felülvizsgálatával elkerülhetők a tragédiák. Erre hívja fel a figyelmet a hegyvidéki önkormányzat. Kéményberendezéseiket vizsgáltassák felül szakemberekkel, illetve hívják ki a főkétusz munkatársait, és azok is ellenőrizzék, azokkal ellenőriztessék le ezeket. A szakemberek felhívják a figyelmet, ha valaki émeigést, fejfájást tapasztal, azonnal szellőztessen, zárja el a gázkészüléket, és szakemberrel vizsgáltassa felül kéményét, gázkészülékét. Az önkormányzati tulajdoni hányaddal is rendelkező társasházak lakóitól, közös képviselőitől a megelőzés érdekében azt kérik, jelezzék a polgármesteri hivatalban, ha meghibásodott tüzelőberendezésről vagy kéményről tudnak.